Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Division 2 hírözön most már, hogy azok a videósok, akik olyan szerencsések, hogy elutaztatja őket az Ubisoft, hogy kipróbálhassák a játékot, véleményezni kezdték a videót. Én kifejezetten egy srácot szeretek követni, akiről úgy vélem, hogy igen professzionális ebben a játékra, ő Marco Stahl névre hallgat. Hogyha arról van szó, hogy részletében meghallgassam, hogy miről szól a játék, akkor többnyire őt szoktam követni, úgyhogy az ő véleményre fogok adni. De amit látjátok, a cím az az, hogy a játékosok nem boldogok a Division 2 alakulásával. Jó, ezt azért írom, mert hogy megnéztem a story trailert, és elkezdtem elolvasni a kommenteket, és sírtam a röhögéstől. Hát az emberek nem, tehát a legtöbb komment, ami ott volt, az nem a pozitív oldalt nyomta, és mindenki annak látta, hogy mint egy Call of Duty játékot játszanánk, és a sztoria sem nem nagy szám. Úgyhogy most erről fogunk beszélni, illetve, hogy milyen változások lesznek a Division 2-ben, a Division 1-hez képest. Minden infót megpróbálok átadni, amit megjegyeztem, amit leírtam, és jó, vágjunk is bele. Egy kicsit szeretnék egy két dolgot tisztázni, ahogy nekem tűnik. Igen, a Division 2 grafikája szarabbnak tűnik, mint az egynek, de meg kell lássuk el élőben ezt az egészet. A videók alapján nagyon félkésznek tűnik, és ez egy kicsit hangulatromboló. Az első résznek fantasztikus hangulata van, tehát a Dark Zone-ban, komolyan mondom, egyszerűen nagyon jó, tehát tényleg jó hangulata van, nem lehet leírni. Ennek is jó hangulata van, de a grafikával mi a jó Isten csináltak? Tehát ez az engine, amivel dolgoznak, a világ egyik legszebb engine-je. És ja, hát most legalább nem mondták azt, ugye, hogy de szép lesz, szóval az E3-os 4 évvel vagy hány évvel ezelőtti trailer az még mindig szebb, mint most. A Division 2-nek a grafikája. Jesus fucker. Igen, az csúnya lesz. Még egy dolgot szeretnék tisztázni. A Division 1-ben farmoltunk. Nem keveset. A Division 2-ben farmolni fogunk. Nem keveset. Ez egy farmolós játék. A Division 1 története egy hangyányi apróságot adott arról, hogy mi a sztori. Ugye tudtuk, a sztori, jött a vírus, amit direkt terjesztettek el, összeomlott a világ, és ezen belül Amerika, ugye, ahol játszunk, és a második hullám ügynökei az vagyunk, akik megpróbálják helyreállítani a rendet, és New Yorkban kezdődik. Hát Ground Zero, az a Division 2-ben van, Los Angeles, de ugye New Yorkban próbáltunk boldogolni, és most ugye a fővárosban Happy Days, és ott próbálunk boldogolni. Szóval a sztorit folytatni fogják, én nem hiszem, hogy túl sok ki fog derülni, de azt hiszem, ezt a játékot nem feltétlenül a sztoria miatt szeretjük meg. Nem lett ott túl sok napvilágot, túl sok info a különböző küldetésekről, raidekről. Tudjuk, hogy lesznek, tudjuk, hogy nehezítettek lesznek, és azt is tudjuk, hogy elérhetően nehéz lesz. Tehát elérhetően nehéz lesz minden játékos számára, aki már viszonylag jól kiformolta magát. Következő dolog, beszélgessünk a Dark Zone-ról, hölgyeim és uraim. Ez egy nagy és egyik legjobb része, azt hiszem, a Division-nek egy nagyon jól kitalált ötlet. Oké, mert működésben nem mindig volt olyan jó a Division 1-ben, és hosszú idő volt, amire valamiféle balanszot csináltak. Háromféle Dark Zone lesz a pályákon, és ez kurva jó, mert hogy? Ebből a háromféle Dark Zone-ból azt hiszem, hogy kettőben a fegyverstatok, perkek, erőszint, tehát a fegyverstatok nem fognak függni a perkektől, ezért minden fegyver visszamegy alapállásra. Szóval, hogyha nincs überül agyon felszerelt perkekkel, powerrel, mindennel ellátott fegyvered, illetve szettjeid, akkor ebben a Dark Zone-ban kiegyenlített esélyekkel vehetsz részt, továbbá ugyanúgy a gomb elnyomással, mint ahogy most van a Division 1-ben, lehetsz rogue, és akkor tudtál adod a többi játékosnak, hogy rogue vagy. Na most ezen kívül van egy Dark Zone, ahol aztán minden bele van. Ott aztán tényleg nincsenek szabályok. Viheted a Max Gear-edet, a Max Gear-nek a Max Gear-jét, és ott minden fegyver fel van rendesen szorozva, erősítve. Úgyhogy ott aztán, ott tényleg lehet. Ott ráadásul a voice chatet is
engedélyezték, össze-vissza mindenkinek lehet káronkodni. Azt hiszem, hogy ez egy jó dolog. A Division 1-ben is én tudtam értékelni, hogy az emberek kiadják magukból a feszültséget, és ki is adták, mert a Division az egy olyan. Farmolsz két hetet, összeállítod az überszettedet, bemész a Dark Zone-ba, jön egy másik, és két lövéssel leszed a kurva anyának. Tehát így, így állsz hozzá a játékhoz, miután már annyit farmoltál, matekoztál, számoltál, lesz valaki, aki jobban kivatekoztam, mint te, hidd el nekem. Szóval lesz egy ilyen Dark Zone is, ahol igazán le tud magad teszteni más playerek ellen. Szóval, ja, nagyjából így néznek ki a Dark Zone-ok. Na most, beszélgessünk egy kicsit a szettekről. Ugye most jelenleg a Divisionben van különböző power levelek, ugye van életre, van elektronikára és van sebzésre, nevezzük így. Na most ez most már nem úgy lesz, hogy amennyi életed van, vagy sebzésed van, azt felszorozza a fegyvereddel. Nem. Most már úgy lesz, hogyha mondjuk tegyük fel, van 3000 életed, pontosan, pontosítjuk, 3000 élet kell ahhoz, hogy be tud rakni ezt a modot. 1500 sebzés kell ahhoz, hogy be tud rakni ezt a fegyvert ezzel a moddal. És egy elektronika kell ahhoz, hogy ezt a perket használd ezzel a drónnal. Szóval így fog kinézni. Azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, nekem tetszik, átalakította a játékot, új gondolkodásra késztet, és nem a régi, és ez fasza. Amit még elfelejtettem mondani a Dark Zone-nal kapcsolatban, most már nem lesz ajtóban kempelés, hölgyeim és uraim, konkrétan tureteket tettek oda az ajtókba, hogy ne legyen az, hogy 20 játékos arra vár, hogy te kigyere, és azonnal lelőnek, szóval a turetek meg egy-két golyóval ölnek, nem fogjátok tudni túlélni őket, és nem fogtok tudni kempelni. Amit rálőttök egy játékos, a turetek le fognak lőni. Sokaknak nem tetszik, nekem tetszik. Tehát én a Dark Zone-ban nagyon untam azt, hogy ha rogue voltam, lelőttem egy-két embert, végül lelőttek az első spawn pointot, az odajöttek, és bam bam bam. Jó, persze meg volt az opcióm, hogy följebb szülessek, lejjebb szülessek, stb. De ugye nem feltétlenül akarod otthagyni a cuccodat, ezért mindig visszajöttél a cuccodat, akkor betaláltak 600-on, szóval nekem a turetes ötlet kifejezetten tetszik, hogy őszinte legyek. Na. A gíreket ugye megbeszéltük. Na most milyen cuccok lesznek, ugye lesz shield, kétfajta shield lesz, az egyik a régi D3-as szerű set shield, aki tudja, miről beszélek, és lesz egy új, ami nem takarja a fejedet, illetve nem takarja a lábadat, továbbá mindenféle fegyverre fogod tudni használni állítólag. Azokban a buildekben, amit kipróbáltak ezen játékosok, csak az asszolt fegyverek működtek, de állítólag mindenféle fegyverrel fogod tudni használni. Azt hiszem, és jobb mobilitása is van, ahogy néztem a videókon keresztül, úgyhogy ez egy új opció azoknak az agresszívabb stílusú játékosoknak, például. Szóval, a hílelés hogyan fog működni? Lesz egy kis drónod, ami követ téged és folyamatosan hílel egy adott darabig, vagy ráirányítod a társadra és híleli a társakat, akkor turetek. Hogy lesznek? Lesz egy mortar turret és egy assault turret, tehát ja, egy mortar turret, ahol irányítod, ledobod, ráérítő a célra, oda fog mortárt nyomni. És lesz a sima, megszokott, jól megszokott assault turret. Lesz ugye a rebegő drón, annak lesz három változata, lesz egy healer, lesz egy assault és lesz egy mortar változata, annak is. Állítólag egyelőre nem tűntek túl OP-nak, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a Division 1-ben ugye lehetett kb. Ilyen turret buildet csinálni, ami konkrétan undergroundot mentem végig úgy, hogy csak turettel, legendary-ben, és csak turettel, úgyhogy szerintem itt is meg lehet majd mindezeket csinálni, nekem van, én legalábbis szeretnék ilyen specifikus buildeket csinálni, előbb-utóbb. PvP módok természetesen lesznek, egy TDM, illetve egy Domination külön statokkal, ugye ott ugyanúgy itemeket megkapod, átviheted a PvE-be. Egyelőre semmi nagyon extra nem derül ki róla, szerintem itt nem nagy változás lesz. Nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy balanszolt lesz az egész. Division 1 PvP-je, kicsit nagy pályáknak találtam az egészet, egy kicsit kisebb pályák nem ártanak, de nagyon unbalanszolt ebből a szempontból, tehát oda csak úgy érdemes bevenni, hogyha már tényleg vagy valami olyan géred van, amivel tudod ellensúlyozni az ott lévő pro játékosokat. Nagyjából ezek
A lényegre törő infók azoknak, akit érdekel. Aki szeretne bétával játszani, ami február 7-én lesz, ha jól tudom, lehet jelentkezni a Uplay-en keresztül elsősorban. Másodszorban, ha előrendeled, akkor hozzáférhet a bétához. Ha minden jól lesz, akkor láthattok majd Division 2 gameplay-t tőlem. Illetve, tudom, minden jól, mert fogtok látni Division 2 gameplay-t tőlem, de hogy bétát láttuk-e, azt még meg kell gondoljam, mert hogy... Hát végül is tudom, meglátjuk, hogy előrendelem-e a dolgot. Vannak hátul ütői a Division 2-nek, félértés ne essék, sok, illetve egy videó sem beszélt róla eddig, akiket én így megnéztem. És lesznek benne mikrotranszakciók, és úgy néz ki, DLC-k ingyenesek. Ez tiszta, de például, hogyha a stashedbe, vagyis a kis ládikádba akarsz helyet, azért állítólag fizetni kell. Egyelőre ez így néz ki, reméljük. Ne feledjétek, hogy a játék Ubisoft. Szóval valószínűleg egy nagy kalap szar lesz, amikor kijön, és rá két évre egyszerűen egy fantasztikus játék lesz, mint ahogy a legtöbb elmúlt játékaikkal csinálták. Division 1 most már egy kurva jó játék, Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands egy kurva jó játék lett, ugye, hogy hívják, a szamurájos ninjás For Honor egy jó játékká alakult végül, szóval Uplay-nek időt kell, Ubisoftnak időt kell csinálni, hogy adni, hogy valamiféle jó játékot lerakjanak az asztalra. Úgyhogy ne csalódjatok, ha megveszitek a játékot. Ez a játék is formulás lesz. Szerintem a történetet sem folytatják túlságosan. Állítólag jövő DLC-kkel fogják kiegészíteni a történeteket. Formulni fog kelleni. Ennél nagyon több a küldetésekről, sok minden nem derül ki. Azt tudjuk, hogy lesznek raidek. És ja, ennyiben. Meglátjuk, hogy milyen lesz az endgame végül. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl. Division 2-re számíthatok a csatornából. Nem vagyok egy Uber Pro játékos, de el tudom magyarázni mindenképp az alapjait, és hogyan járjuk körbe. Csak hogy ugye a Division 1-en egy kicsit lekéstem, bár már jó pár órát bele nyomtam abba a játékba is, hogy őszinte legyek. Srácok, tényleg nagyon köszönöm a figyelmet, következő videóig. Sziasztok, az endgame.